Bár már a karácsonyfa díszeit is le kellett szedni, a harang ezúttal karácsonyi misére szólítja a híveket. Nem lesznek sokan, hiszen összesen 13 olyan család él Medinán, akik önmagukat szerbnek vallják. Az őslakos medinaiak a Szentlélek eljövetelének szentelt templomát 1856-ban készítették el, s a hívek adományaiból csak nem 30 éven át épült. Az adatok szerint legtöbben 500-an éltek szerbek a településen. Az egyházi ünnepeket a Julianus kalendárium szerint ünneplik 13 napos késéssel a Gregoriánusi naptárral szemben, így a pravoszláv vallásúak január 7-én ünneplik Jézus Krisztus születését, a karácsonyt. Lényegében ugyanahhoz az egyházhoz tartozunk. Tehát a keresztény egyházhoz és az 54-es szakadás után minimális különbségek lettek. Az ortodoxia az ugye konzerválódott és tartotta magát az eredeti gyökerekhez. A római katolikus vallás az valamelyest lazított a hívők fele. Mito azt meséli, igazán nincs nagy különbség a hagyományos katolikus karácsony és a pravoszláv karácsony szokás rendszere között. Ami különleges, hogy szentestén a családfőbe hoz egy vastagabb farönköt, amit a tűzhelybe kerül, másnap reggelig parázslik, mely azt a fát szimbolizálja, melyet a pásztorok hozták a hideg barlangba és meggyújtották, hogy melegítsenek, amikor Jézus született. Ezután a családfőbe hozza a szalmát, mely azt a szalmát jelképezi, melyen Jézus született a barlangban. A szalmába rejtik a gyerekek játékait is. A szerb házakban nem szokás karácsonyfát állítani. A szalmát karácsony harmadnapján reggel szedik össze, és viszik ki a szűrbe. Tolna megyében három nagyobb szerb közösség őrzi hagyományait, a medinai mellett Szekszárdon és Tolnán laknak jelentős számban szerb nemzetiségűek.